Szeretettel köszöntjük az Apátsági Rege cukrászda és étterem vezetőivel együtt Kónya Pétert, kedves barátunkat itt a Rege galériában. Én a Péterről csupa jót hallottam itt Tihanyban. Egy kicsit körbe kérdeztem, úgyhogy egy nagyon intelligens, nyitott, befogadó, kedves embernek ismerik meg. Aztán azért utána néztem a munkásságodnak is természetesen, meg köszönöm szépen a szép albumot, amit még ősszel kaptam, ugyanis úgy volt, hogy tavaly novemberben nyílt volna meg a kiállítás, de a Covid miatt egy kicsit csúszott. És hát a világ sok országába jártál, legtöbb helyén, és erről pedig egy szentírási szakasz jutott eszembe, ezekről az arcokról is, amiket láthatunk itt a Rege cukrászdának a falán. A 27. Zsoltárból engedjék meg, hogy egy kis szakaszt felolvassak. Azért megyek, hogy élvezhessem az Úr édességét, és szemlélhessem szent templomát. A bajnak napján elrejt hajlékában, megvéd sátrának oltalmában, és sziklára állít engem. Ezért magasra emelhetem fejem, ellenségeim fölé, akik körülvesznek. Hajlékában dicsőítő áldozatot mutatok be, hangszeren játszva énekelek az Úrnak. Uram, halld meg hozzád kiáltó szavam, könyörülj rajtam és hallgass meg engem. Szívem ezt sugalta, keresd a tekintetét, Uram, a te arcodat akarom keresni. Ne rejtsd el előlem arcodat, ne taszítsd el szolgádat haraggal. Te vagy oltalmazóm, ne utasíts vissza, Istenem megmentőm, el ne hagyj engem. A te arcodat keresem, Uram. 1961-ben nyílt meg ezen a helyen az apátsági Rege cukrászda, illetve akkor még csak Rege cukrászda volt a neve, idén 60 esztendős. Amikor ismét a bencéseknek a kezébe került ez a hely, és 1996-97 téli szezonjába felújították, az volt a Rihárd atya szándéka, hogy egyúttal kulturális tér legyen, tehát ne csak kávét, édességet, üdítőt vagy koktélokat tudjunk itt elfogyasztani, hanem valamiképpen irodalmi kávéház, illetve a művészeteknek az otthona is legyen, tehát legyenek itt rendszeresen fotókiállítások, vagy esetleg festmények. Korábban elősen dominálta balatoni tematika, hogy ennek a tájnak a szépségét részleteiben is megismerhessük, de nagyon örülök annak, hogy a mostani vezetés egy kicsit nyit, meg ilyen jó embereket felfedeznek Tihanyban, mint a Péter. Ugye az volt itt a 27. Zsoltárban, hogy a te arcodat keresem, Uram. Hitünk szerint minden egyes embert bármilyen kultúrához tartozzon, bármilyen vallású legyen, bármilyen rasszhoz tartozzon jó értelemben véve, mindjárt a Jóistennek a teremtményei, és Istennek az arcát, az ő képmását tükrözik. A Teremtés könyvében is az szerepel, hogy a Jóisten a saját képmására teremtette az embert. Tehát el kellene oda jutnunk így a mindennapi érintkezésbe, társadalmi életbe, aztán a művészetbe is, hogy ezt az Isten képiséget, ezt a jóságot észrevegyük az emberek arcán. És érdekes, ahogy itt láttam meg az albumban is, hogy a Péternek a képei között nagyon sok gyerekarc látható, meg főleg ugye idősebbek. És azt olvastam erről, hogy hát meg tudjuk is ez a tapasztalat, hogy a gyerekek még őszinték, ugye? Ilyen harmadikas korukig mi, akik iskolába tanítunk, látjuk, hogy néha túlságosan is őszinték, azt is elmondják, amit esetleg a szülők megtiltanak nekik, vagy hogy otthoni dolgokról ne beszéljenek. Az időseknek már megint nincsen szükségük arra, hogy egy álarcot viseljenek, vagy hogy valamiféle ruha, jelmez mögé bújjanak. Úgyhogy Péternek ez a kis válogatása, meg egy gazdagabb anyag, Istennek a jóságát tükrözi nekem. Én ezt tudom így megfogalmazni hívő keresztény emberként, hogy örülök, hogy afrikai, ázsiai, dél-amerikai, közép-amerikai emberekben, színes emberekben, jó értelembe véve, kedves, mosolygós emberekben valahogy a Jóistennek az arcára, meg az örömére ismerünk. És ezt hozzá kell tenni, hogy Európában itt ugye jóléti világ van, azért ez korán sem jellemző Dél-Kelet-Ázsiának, vagy Afrikának, Dél-Amerikának a különböző vidékeire, és mégis, hogy ezek az emberek mosolyognak, vagy örülnek. Azt hiszem ez tükröződik ezeken a képeken. Úgyhogy itt látjuk a Balatont, a magyar tengert, ugye, hogyha kiülünk a Regének a teraszára, és közben pedig lélekben ezeket a tekinteteket csodálva utazást tehetünk a világnak az egzotikus tájaira, a messzi tájaira, azokra a tájakra,
ahová lehet, hogy most a Covid idején nem is lehet sokáig eljutni. Úgyhogy köszönjük szépen Kónya Péternek a kiállítását, szeretettel várunk ide mindenkit az apátsági reggel cukrászda és étterem galériájába, és éppen arról beszélgettünk itt a kiállítás megnyitó előtt, hogy jó lenne, ha itt a reggel udvarba is még több képet láthatnának a kedves vendégek. Járjuk be így lélekbe a világot, Istennek a szent lelke, az ereje és az öröme is, még a legnyomorúságosabb helyzetbe is betölti a világ mindenséget. Gondoljunk arra, hogy ezek az emberek nem ilyen körülmények között élnek, és mégis tudnak örülni. Gondoljuk meg, hogy mi nekünk is mennyi dolognak tudnánk örülni, hogyha kicsit az életnek itt a víz, a felszín mögött a mélyére néznénk. Ilyen jó szívvel ajánlom Péternek a kiállítását. Pár szót szóljál akkor. Nagyon szépen köszönöm az elismerő szavakat. Szeretném megragadni, hogy megköszönjem a lehetőséget a Rege cukrászdának és az apácsának, hogy létrejöhetett ez a kiállítás. Nagy örömmel viszem mindig ezeket a képeket különböző helyekre, mert hogy azt gondolom, hogy a világ nagyon színes, ahogy az atya is elmondta, ahhoz, hogy csak magunkat lássuk a világ tükrében. És érdekes volt számomra is ez az utazás, nem csak az első, nem csak az utolsó, hanem az egész, olyan tekintetben, hogy ez egy jellemformáló dolog is volt számomra, hisz amikor elkezdtem annak idején utazgatni, akkor mindent fotóztam. Tehát a tájtól az emberekig, a növényektől az hegyekig, bármit, ami szembe jött velem, mindent szerettem fotózni, és valahogy kialakult az bennem, hogy egy idő után az emberek jöttek velem szembe, és egyre többször kaptam magamat azon, hogy érdekelnek az emberek, és érdekelnek az emberek, és azok belül is a gyermekek és az idős embereknek a fotói és a képei. Olyan tekintetben, hogy ahogy az atya is elmondta, ez a két világ a számomra, akik a gyermek még nem akar másnak tűnni, az idősek meg már nem akarnak másnak tetszelegni, és ez a két világ az, ami leginkább az őszintességet tükrözi az emberek szemében. Ahogy lenni szokott, az utaknak se száma, se szeri, annyi lett a vége, hogy most már csak azért utazom, hogy embereket és gyermekeket tudjak fotózni, és hát nagyon remélem, hogy egyszer majd egy idős ember kiállítással is tudok majd itt megjelenni a nagy érdemű között. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget is, és hogy itt lehetnek a képeim. Nagyon köszöntem. Nagyon boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk, és köszönjük szépen a Rege cukrászdának és a Rege galériának. A Balatoni Kultúrhang művésze Péter, és egyben oszlopos tagja is. Ez az egyesület egy másfél évvel ezelőtt, pont a nehéz időszak előtt jött létre, úgyhogy elég erős és nehéz kezdést kaptunk, de mi folyamatosan dolgoztunk és ötleteltünk, és nem adtuk fel. Úgyhogy nekünk ez most dupla öröm, nem csak Péter miatt, hanem azért is, mert végre elindulnak a dolgok, és hozhatjuk a kultúrát az egész Balaton felvidékre, ami nem csak képekből, festményekből áll, hanem zenéből, színházból, gyermekprogramokból, hagyományőrzésből. Mi ebben nagyon hiszünk, nagyon-nagyon-nagyon várjuk, hogy szétárasszuk a szeretetet és a művészetet és az igazi értékeket ezen a csodás helyen. Úgyhogy köszönjük még egyszer!